Sok-sok szeretettel köszöntelek benneteket ezen a mai ködös reggelen. A Talmud ötös lapja fog Talmud. A Talmud Baba Kama traktátusának ötös lapja fog következni, Jolgárt kiáll a Krisztián. Tehát az ötös lap fog következni ma reggel, és ma reggel is, mielőtt neki kezdenénk a tanulásnak, aggódó és imával teli szívvel gondolunk izraeli testvéreinkre, Izraelre, különösen a túszokra, akik gyilkos terroristák kezén vannak, és azt kívánjuk, hogy mielőbb szabaduljanak ki, katonák épségbe térjenek haza, a sebesültek gyógyuljanak föl. Lechaim! Kedves barátaim, miután köszöntöttünk mindenkit, aki az interneten csatlakozott hozzánk, most meg fogjuk fordítani a kamerát, és a táblát fogjuk célba venni. Oké. Kedves barátaim, jó reggelt kívánok! Ahogy mondtuk, a Baba Káma traktátus ötös lapja fog következni ma reggel, és mielőtt neki kezdenénk, egy gyors ismétlés. Tegnap azt mondtuk, hogy a Misna négy fő károkozó, vagy négy fő kártérítési, vagy károkozói, kártevési kategóriáról beszélt. Mi volt az a négy? Ki emlékszik fejből? Ökör, gödör, máve, nagyon jó, mi az a máve? Fog, vagy ember. És mi volt a negyedik? Tűz. Ugye ez volt a Misnának a négy kategóriája. Ugye ez így összesen négy. Utána jött Rabbi Oisia, másik színnel. Ő mennyit mondott? Ő elfogadta ezt a négyet, és hozzátett még kilencet. Összesen 13. Mi volt ez a plusz kilenc? Sajmer chinam, szívességi őrző. A kölcsönző, a bérlő, a fizetett őrző, a kártérítés, fájdalomdíj, a gyógyításdíj, a munkakiesésdíj, és a szégyendíj. Ez összesen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Akkor ez összesen így, ez a 4, meg ez a 9, az 13. Hát itt 4, itt 13. Majd jött Rabbi Chia,
és hozzátett még 11-et, összesen 24. Mi volt a plusz? Mi volt a plusz? A dupla, a négyszeres vagy ötszörös. Ezeket mindjárt végig fogjuk venni, mi micsoda. A tolvaj. Nagyon jó, hogy emlékeztek. A rabló, a hamis tanú, a nemi erőszak. Nagyon jó, csábítás. A rágalmazás. A tisztátalanná tevő, tisztátalanító, tisztátalanító. Hú, következően nincs magyar szó, mert dame. Megy a hang? És a menaszech. Oké. Okay. Gyorsan, akkor ez összesen mennyi? Ez még 11, az összesen 24. Oké? Okay? Tehát akkor ő beszélt 24-ről, ő beszélt 13-ról, és a Misna beszélt 4-ről. Akkor gyorsan megyük végig. Oké. Okay. Rabbi Oisia ugye miről beszélt? A négyféle őrzőről, pluszban, szívességérző, kölcsönző, bérlő, fizetett őrző. Ugye ezeknél mi a kártérítés? Milyen kárt tettek? Arról van szó, hogy ha te nekem kölcsön adsz valamit, vagy én bérlek valamit, vagy én szívességből őrzök valamit, és ellopják, vagy elveszik, vagy viszmajor miatt valami történik azzal a eszközzel vagy állattal, akkor más-más szintű kártérítést kell fizetnem. Tehát ezek is kártérítési formák. Kártérítési, egymást eltérő kártérítési formák. Aztán van maga a következő öt, az pedig az a kártérítés, amit az ember egy másik emberben, ha kárt tesz, ezeket kell, hogy fizesse. Van a kártérítés. Tehát mondjuk Pisti levágja a Géza kezét, ujját, egyszerűség kedvéért, akkor ott van egy kártérítés, megnézik, hogy a rabszolga piacon mennyit ér Géza ujjal, és mennyit érne új nélkül. Van a fájdalomdíj, van a gyógyítási díj, van a munkakiesési díj, és van a szégyendíj. Oké? Okay? Ezeket tette hozzá Rabbi Oisia. Mit tett hozzá Rabbi Chia? Rabbi Chia hozzátette a duplát. Ki emlékszik, mi az a dupla? Mikor kell duplát fizetni? Így van. Tolvaj ellopja a bárányt, és elkapják, akkor büntiből még egyszer annyit kell visszaadnia. Mi az a négyszeres, ötszörös? A tolvaj elkapják, de mire elkapták, ő már eladta a bárányt, vagy már levágta. Akkor vagy négyszeres, vagy ötszörös, hogy mikor négy, az most nem megyünk bele, vagy négyszeres, vagy ötszörös kártérítést kell fizetnie. Utána van maga a tolvaj, az, amikor a tolvaj ellopja, de aztán megbánja, és jön, hogy hello, bocs, elloptam, akkor csak egyszeres kell fizetnie. Van a rabló, akinek ugyancsak egyszeres kell fizetnie. Van a hamis tanú. Mi a hamis tanú? Hogyha te tanúztál arra, hogy Pisti ellopott valamit, és ezért neki kétszeres kell volna fizetni, de utána kiderül, hogy te hamis tanú vagy, mert te nem lehettél volna ott, mert éppen Bécsben voltál, amikor te azt mondtad, hogy Salgótarjában történt a lopás, akkor te kell, hogy kifizesd azt, amit a Pisti tett, amit te hamis tanúzásod miatt kellett volna, hogy fizesse. Van a nemi erőszak, amiért kell fizetni egy pénzbírságot, a csábítás, amiért kell fizetni egy pénzbírságot, a rágalmazás. A rágalmazás az az, amikor az ifjú férj megrágalmazza a feleségét, hogy az nem volt szűz. Van a tisztátalanító, az azt jelenti, hogy
amikor mondjuk te tisztátalan vagy, érintkeztél egy halottal, és oda mész a kohénhoz, akinek a kosarában ott van egy kis truma, és jól megfogdosod a trumáját, akkor az tisztátalanná vált, és ő már nem ehet a trumából. A medáme az az, amikor van egy kosár már leadózott gyümölcs, és te vagy most a kohén, fogsz egy almát, ami truma, bum, beledobod a többi, nem tudjuk, hogy melyik, ez az egész ehetetlenné válik, egyszerű földi halandók számára, csak kohén ehet belőle, mert nem tudjuk, hogy mert szafek truma az egész. És végül van a menaszech, amikor valakinek a borát pogány szakrális célra használják, akkor azzal a bor elveszti az értékét, mert már nem lehet belőle inni, és nem is lehet használni, csak kiönteni lehet. Oké? Okay? Ezek voltak a plusz elemek, amiket beletettünk. A kérdés az volt, és itt fejeztük be tegnap, hogy Rabbi Oisia, ugye arról beszéltünk, hogy mi az oka, hogy a misna csak négyről beszél, Rabbi Oisia pedig hozzáteszi még ezt, és utána arról volt, hogy Rabbi Oisia miért beszél csak erről a kilencről, miért nem teszi ő is hozzá azt, amit Rabbi Oisia mondott. Itt tartottunk tegnap. És azt mondtuk, hogy Rabbi Oisia a kártérítésekről beszél, itt pedig ezek mind büntik, így van. Ezek mind büntetések, szóval pénzbírságok. Tehát az más, mint a kártérítés, ez pénzbírság. És a pénzbírság, arról ő nem beszélt, ő csak a kártérítésről beszélt. Itt tartottunk tegnap. Azt mondja a Talmud, most tartunk a négyes lap alján. Mi az oka annak, hogy a Böhisé nem tanította ezeket? Ezt a plusz 11-et? Azt mondja, tanulom a mai nekem májri, bet naszolai ke májri. Miért? Mert a Böhisé beszélt a kártérítésről, de nem beszélt a pénzbírságról. Azt mondja, gánna ve gázlan, de me mai nő? Liszni. Azt mondja, várjunk csak, de kell. Nézzétek ezt meg, ezek közül mi az, ami nem pénzbírság, hanem kártérítés? Ugye a tolvaj és a rabló. Ő csak azt kell, hogy visszaadja, amit ellopott. Az egy kártérítés, ott nincs bírság, egy extra bírság. Akkor ha itt ezt a kettőt, ő igenis említhette volna a Rabbi Oisia. Ugye? Miért nem említi ezeket? Szóval Talmud, de ő említi. Hol említi? A négyféle őrzőnél. Hiszen a négyféle őrzőnél mi van? Ha én ingyenesen őrzöm neked, vagy nem, ha én egy fizetett őrző vagyok, és ellopják tőlem az állatot, akkor az az én felelősségem, és ezt ki kell, hogy fizessem neked. Akkor benne van a lopás. Nem közvetlenül, de közvetetten ő már a lopást az belevette az ő saját felsorolásába. Értitek? Ezért nem mondhatod azt, hogy a Biosia miért nem említette a tolvajt és a rablót. Igaz, hogy ezek nem pénzbírságos esetek, de ő már közvetetten említi, belevette őket ebbe a négybe. Jók vagyunk? Öveges szemmel néznám a társaság, de nem ilyen, hogy. Még egyszer. A Biosia azt felsorolt ezt a kilencet. A Hia hozzátett még 11-et. Mi azt kérdeztük rá, hogy Biosia miért nem tette hozzá ő is ezt a 11-et. És azért, mert ez a 11 egy mind pénzbírság. És várj, itt van kettő, ami nem pénzbírság, azt miért nem tette hozzá legalább azt a kettőt. De azt hozzátettem, mert az már benne van az őrzőkben. Oké. Okay. Megyünk tovább. Rav Chia nami hatanelésem, mert nem vásolja. Szerintem, ez nagyon jó. Tényleg, akkor viszont a kérdés Rav Chián van. Ő miért kellett, hogy hozzátegye a tolvajt és a rablót, amikor az már benne van ebben a négyben? Azt mondja, megmondom neked miért. Tanime majd ide azt mondja, hogy hetere. Tanime majd ide azt mondja, hogy szóra. Azt mondja, miért? Mert, nem mert mit képviselt a Pchia? Lehet, hogy közvetetten a négyféle őrzőben benne van a tolva és a rabló, de az egy másfajta kategória. Miért? Mert mondjuk tegyük föl, hogy a fizetett őrzőnél neki kötelessége, ha ellopják tőle, hogy kifizesse a tulajdonosnak. De ott hogy került hozzá az állat? Beheteira? Ott megeng
bocsánat, megengedetten került hozzá az állat. A tolvajnál nem megengedetten került hozzá az állat. Tehát a kettőt nem lehet összevetni. És ezért azt mondja, hogy igenis ezeknek van helye, hogy külön meg legyenek említve. Megyünk tovább. Azt mondja, Talmud, Eidim Zaim, de Majnahu, Liszni. Azt mondja, van még egy, ami nem büntetés, ami nem pénzbírság. Melyik? A hamis tanú. A hamis tanú mit kell, hogy fizessem? A hamis tanú az... kezdjük ott, hogy különben mi számít pénzbírságnak? Mit nevezünk pénzbírságnak? Miben különbözik a pénzbírság és a kártérítés? Hogy? Az egyik az, hogy többet kell fizetni, mint ami a kár volt, mint például a dupla, vagy a négyszeres, ötszörös. A másik, hogy ez egy fix összeg. Egy fix összeg, mondjuk például a csábításnál, vagy a nemi erőszaknál fixen 50 sékelt kell fizetni. Nem nézzük, hogy hány éves volt a lány, mennyit vesztett az értékéből, ilyeneket nem nézünk, hanem fix összeget kell fizetni. Most a hamis tanúnál egyik sincs. Mert a hamis tanú mit kell fizessen? Annyit kell, hogy fizessen, mint amekkora kárt okozott volna a hamis tanúzás által. Vagy amikor a kárt okozott a hamis tanúzás által. Magyarul, itt nincsen sem egy fix összeg, sem pedig több a kárnál. Tehát a hamis tanú, ez nem egy pénzbírság, hanem az egy, igenis, az egy kártérítés. Akkor nem igaz az, hogy a Bichia összes, a felsorolásában néve összes tétel, az kártérítés. Azt mondja a Talmud, Liszni, szavalak rabbi kiva, de ammár émes sálminál alpi átszmon. Azt mondja, Talmud, nem. Szerinte ez igenis egy pénzbírság. De mi hiasz szerint ez egy pénzbírság. Miért? Mert van még egy eleme annak, hogy meg tudjuk különböztetni a pénzbírságot a kártérítést. Eddig mit mondtunk? Kétféle dolog van, ami megkülönbözteti a kártérítést a pénzbírságot. Az egyik az, hogy ha egy fix összeg, a másik az, ha több, mint a kár. Már egy harmadik is. Én a saját bevallásom alapján kell-e, hogy fizessek, vagy sem? Ha Pisti ellop valamit Gézától, ugye? És azt mondja, megjelenik a bíróságon, jó napot kívánok, sajnálom, én vagyok a tolvaj. Kell fizessen? Kell fizessen? Kell. Ő lopta el, fizessen. Ha Pisti, ne adj Isten, megöl valakit. És jelentkezik a bíróság, jó napot, én vagyok a gyilkos. Akkor kap halálbüntetést? Nem. Miért nem? Nem, ő mondja, én vagyok. Önmagára nem tanúskodhat. Egy büntető ügyben az ember nem tanúskodhat. És ez ugyanígy igaz a pénzbírságnál is. Ha valaki tanúskodik, hogy ő megerőszakolta azt a nőt, akkor kell, hogy fizessen pénzbírságot. Vagy elcsábította. De ha ő jön és bevallja, akkor nem, mert az egy büntető ügy. Saját magad alapján nem lehet téged elítélni. És azt mondja, remélem kíva, a hamis tanúval mi van? A Talmudban vita van arról, hogy a hamis tanú jön, és azt mondja, jó napot kell, elnézést, hamis tanúztam, Pisti valójában nem lopta el azt a bárányt. Akkor kell fizesse azt, amit a hamis tanúnak fizetni kell, vagy sem? A bölcsek azt mondják, hogy kell fizesse. Miért? Mert ez egy kártérítés. Ez nem egy pénzbírság. Rabbi Akiva azt mondja, hogy nem kell, hogy fizesse. Miért? Rabbi Akiva szerint a hamis tanú azt, hogy ő fizeti azt, amivel megkárosította volna a hamis tanúzással elítélt illetőt, az egy pénzbírság. És pénzbírságot a saját bevallásod alapján nem kell fizetni. Világos? És ez azt mondja a Talmud, Rabbi Hiab azért vett, bocsánat, Rabbi Aishiab, azért nem vette be a hamis tanút a saját kategóriájába, mert ő egyetért Rabbi Akivával, aki szerint a hamis tanú az egy pénzbírság, és nem egy kártérítés. És stimmt? Azt mondtam, várjunk csak. Hí, szavallak, Rabbi Akivával, liszni, tré, gábni, söj. Liszni, söj, de azik, söj, liszni, söj, de azik, adom.
De tán, Rabbi Akiva Imer, áv tam se chavel ba adam mishalem be moiser nezek shalem. Azt mondja, a Talmud, várjunk csak. Akkor ezek szerint Rabbi Oishia Rabbi Akivával ért egyet? Tehát ő Rabbi Akivát követi. Mi azt mondtuk, hogy azért nem vette be a hamis tanút a saját felsorolásába, mert a hamis tanú szerinte az egy pénzbírság, és nem egy kártérítés. Ugye? De akkor van egy másik probléma. Akkor Rabbi Oishia kellett volna, hogy még egy ökröt, belevegyen itt a felsorolásába. Miért? Mert alapból ugye egy ökör van. Mi szerint, hogy egy ökör van? Az ökörnél ugye három dolgot különböztettünk meg egymástól. Mi az a három? Fog, a szarv és a láb. A szarvnál mi a helyzet? A szarvnál az a helyzet, hogy van sortam és sormúld. Van egy nem öklelős ökör, meg van egy öklelős ökör. A nem öklelős ökör, az öklelős ökör mennyit fizet? Teljes kárt. A nem öklelős ökör gazdája mennyit fizet? Fél kárt. Kiva azt mondja, hogy mikor igaz ez, hogy az nem öklelős ökör fél kárt fizet? Akkor, hogyha egy másik ökröt öklelt. De ha egy embert öklelt, szerinte ott teljes kárt kell fizetni. Oké? Mit mond Rabbi Akiva? Hogy néz ki egy teljes kárfizetés? Először is tisztázzuk. Bármilyen kárnál. Ha az ökör felöklelte a... Valamilyen kárt okozott. De először megnézzük az ökörnek az értékét. Ha teljes kárt kell fizetni... Vegyük először, amikor fél kárt kell fizetni. Mondjuk a Pisti ökre felöklelte a Géza ökrét. Akkor mennyit kell fizetni? Megnézzük, hogy a Géza ökrének mennyi az értéke. 100 euró. Most ott van a tetem, annak mennyi az értéke, az még ott maradt, mondjuk 10, akkor maradt 90. Akkor a kár mennyi? 90. Mennyit kell fizetni? 45. Mennyi a, most odaadjuk neki, azt mondjuk neki, itt van az öklelős, itt van ez az ökör, a nem öklelős ökör, annak mennyi az értéke? Ha tegyük föl, hogy a nem öklelős ökör értéke pont 45, akkor Skajach megkapja vagy azt az ökröt magát, a kárvallott, vagy annak az értékét. Hogyha a nem öklelős ökör értéke viszont kevesebb, mint a fél értéke a kárnak, akkor nem kell, mondjuk a nem öklelős ökör értéke 30 euró. Akkor ő csak 30-at kap, nem kap többet. Nem kell, hogy többet fizessen, mint amennyi az értéke a magának, az ökörnek, aki a kárt okozta. Ha viszont teljes kárt kell fizetni, akkor mi van? Akkor ugyanezt megnézzük. Mondjuk ez egy öklelős ökör volt. Fölöklelte az én ökrömet. Az én ökrömet élőben mennyi lenne? 100 euró. A teteme 10 euró. Ennek az ökörnek, aki fölöklelte az értéke, most 30 euró. Akkor mennyi kár maradt ott? Ugye van a tetem, ami 10. Megkapom ezt, ami 30. Akkor mennyi maradt? 60. Azt a 60-at ő ki kell fizesse nekem, ha más nem, a legjobb minőségű földjéből. Oké? Okay? Mit mond Rabbi Akiva? Rabbi Akiva azt mondja, hogy a nem öklelős ökör, az, ha embert öklelt, akkor teljes kárt kell fizessem. Teljes kárt kell fizessen, és úgy kell teljes kárt fizessen, hogyha az meghaladja az ökör értékét, akkor azt is ki kell, hogy fizesse. Csak úgy, mint az öklelős ökörnél, amikor az egy ökröt öklelt. Világos? Még egyszer, leegyszerűsítem csak. Ha igaz az, hogy Rabbi Oishia azért nem vette be a hamis tanút, mert ő Rabbi Akivát követte, és szerinte ez pénzbírság, akkor másban is Rabbi Akivát kell, hogy kövesse, abban is, hogy kétféle ökör van. Van egy ökör, amelyik másik ökröt öklel, de van az az ökör, ami embert öklel, és az az ökör, ami embert öklel, ott nem tesz különbséget Rabbi Akiva az öklelős ökör és a nem öklelős ökör között. Tehát akkor Rabbi Oishia az ökör kettőt is hozzá kellett volna tegye a felsorolásához. Azt mondja a Talmud, Hatavré Rabbi Akiva legzizei, de tányi Rabbi Akiva, imen jöjjel áv tám se havadba adom és állam in álja, a Talmud leimer, jászol leimer, gufa imes állam, én imes állam in álja. Azt mondja, hogy nem.
Igaz, hogy Rabbi Akiva különbséget tesz az embert öklelő ökör és az állatot öklelő ökör között, de nem teljesen igaz, hogy teljes értékű kárt kell fizessen. Miért nem? Mert az, amit a Shlomo az előbb mondott, az nincs teljesen így. Igaz, hogy teljes kárt kell fizessen, de csak az ökör, a kártevő ökör értékéig. Magyarul, mit mond Rabbi Akiva? A bölcsek azt mondják, hogyha volt egy nem öklelős ökör, és az felöklelte a másik ökröt. Annak a másik ökörnek az értéke volt 100. A tetemnek az értéke 10. Maradt 90. Ha ennek az ökörnek az értéke... negyvenöt, akkor pont jók vagyunk. Oké? Okay? Akkor azt megkapja. Ha több, mint 45, akkor nem kapja meg. Rabbi Akiva ezzel szemben mit mond? Hogyha annak az ökörnek az értéke több, mint 45, akkor igenis megkapja. Mondjuk, ha 60 az értéke, akkor igenis megkapja. De azt nem mondja Rabbi Akiva, hogy még a 60 fölött a maradékot is ki kell fizetni. Értitek? A teljes kár ért. Ha mondjuk van két ökör, ugye? Ez ugye öklelte ezt az ökröt. Hogyha ez egy öklelős ökör, ha ez egy ő, akkor ez kipurcant ez az ökör. Ennek az ökörnek az eredeti értéke volt 100 euró. A tetem értéke 10 euró. Akkor mennyi maradt? Mennyit kell kártérítsen? 90-et. Ha ennek az öklelős ökörnek az értéke mondjuk 70, akkor levonjuk azt a 70-et, megkapja ugye ezt magát az ökröt, marad 20, azt a 20-t ki kell, hogy fizesse, miből, minden állja, ki kell, hogy fizesse a legjobb minőségű földjéből. Tehát ezt is ki kell fizesse. Oké? Okay? Nem, ez normálisan az öklelős ökörnél. Oké? Okay? Mi a helyzet a nem öklelős ökörnél? Hogyha nem öklelős ökör, akkor mit csinálunk? Az értéke ennek volt 100 euró. A tetem értéke 10 euró. Mit kell fizessen a nem öklelős ökör? Csak fél kárt kell, hogy fizessen. Tehát mondjuk, hogy 45. Tehát kell, hogy még adjon neki, ugye így maradt 90, és annak a fele az 45. Oké, mi van akkor, hogyha ennek a nem öklelős ökörnél ennek az értéke mondjuk nem 70 lenne, hanem csak 35, azt mondjuk neki, sorry, akkor nem 45-öt kapsz, hanem csak 35-öt. Ez a nem öklelős ökör. Mit mond Rabbi Akiva? Rabbi Akiva azt mondja, hogy először azt hittük, hogy Rabbi Akiva mit mondana ebben az esetben, ha egy embert öklelt a nem öklelős ökör, akkor ugyanúgy kell eljárni, mint ha állatot öklelt volna egy öklelős ökör. Vagyis azt hittük volna, hogy megkap a 90-ből még megkapod a 35-öt, és a maradék 75-öt, a maradék mennyi a 55-öt. 90 mínusz 35. A maradék 55-öt megkapod a földből. De ugye kivasz, hogy nem. Én csak annyit mondtam, hogy a teljes értékét megkapod a tehénnek, de a fölé már nem kell tenni. Tehát tegyük föl, hogy ha ez mondjuk 70, akkor te kapsz 90, a 90-ből megkapsz 70-et, ami több, mint a fele a kárnak, de azért annál többet nem kapsz, úgy, mint itt például, hogy még a plusz 20-at is megkapod. Tehát Rabbi Akiva nem teljesen mondja azt, hogy van egy különbség az öklelős ökör és a nem. Hogy van egy különbség a nem öklelős ökör, ami ökröt öklel, és a nem öklelős ökör, ami embert öklel között. Oké. Okay. És ezért nem tette hozzá ezt a plusz ökröt Rabbi Yoshia. Oké. Okay. Skajach. Megyünk tovább. Azt mondja a Talmud. Ha én ezt vám fáte, vagy majd is semre, de mert majd növő. Liszni.
Azt mondja, Talmud, várjunk csak. Nézzük meg a csábítást, a nemi erőszakot és a rágalmazást. Ezeknél is van kártérítés. Igaz, hogy van pénzbírság, 50 sékel plusz, amit kell fizessen, de van kártérítés is. Tegyük föl, valaki elcsábít egy fiatal lányt. Oké? Akkor kell fizessen pénzbírságot, de kell fizessen ezekből, kell fizessen kártérítést is. Elnézést, hogy így mondom, de amit a lánynak az értéke a siduk piacon lement, akkor, illetve a fájdalommal járt, akkor fájdalomdíjat kell, hogyha gyógyulási díjat, akkor gyógyítási díjat. Szóval ezeket ti kell fizetni. Akkor igaz, hogy pénzbírság is van, de ezek is vannak, akkor ezeket miért nem említette a Böjsia? Azt mondja a Talmud. Manapsok. Inne ezek tanele, itt szár tanele, itt bajs ez tanele, itt pigam tanele. Hájnun ezek? Hájnun ezek? Máj iszlach lemény, mert knasszabek, knasszalöke májra. Azt mondtam, hogy oké. Okay. Akkor miről van szó? Ha azt mondta, hogy mondjuk egy csábításnál volt fájdalomdíj. Oké, okay, akkor ő mondta a fájdalomdíjat, csak nem mint csábítás, hanem általában. Ha azt mondta, hogy gyógyulás, okay, azt is mondta, csak nem pont a csábítás. Tehát az összeset mondta, mi az, amit nem mondott, csak a pénzbírsági tételt, oké, okay, akkor ezt említi. Oké, okay, igazad van, mehetünk tovább. Azt mondja, a Talmud folytatja. Ha me tamme me adamme vame naszech. Mi a helyzet ezekkel? A tisztátalanító, a medame és a menaszech. Ugye mi ez a három? Mind a három egy olyan speciális kártevés, amikor fizikailag nem látszik a kár, de virtuálisan ott van a kár. Ugye tisztáltó, amikor tisztátalanítá teszi a trumát, a mendáme az, amikor a nem trumát összekeveri trumával, és a mendászek az, amikor pogány célra használja a bort. Oké, okay, de itt mit kell fizetnie? A kárt! Akkor nem igaz az, hogy ez egy pénzbírság, ezek tipikusan kártételek. Itt annyit kell fizessen, amekkora a kár, akkor át kéne, hogy jöjjön ide. Ezeket miért nem említette? Azt mondja, a Talmud. Amit Talmud nem szállt, de majd jól liszni, manapsok. Íhezek se énnik, és méhezek, ha tanulén ezek. Íhezek se énnik, a lávs méhezek, hú, havelék knasszol, vagy knasszolóik a májri. Azt mondja, a Talmud, várjunk csak. Miért kell ezekért fizetni? Két opció van. Van egy vita a Talmudban, hogy hezek se én a nikör, sméhezek, vagy lábsméhezek. Ha én kárt teszek valamiben, de annak nem látszik, az egy virtuális károkozás, nem látszik a kár, akkor az kár, vagy nem kár? Két vélemény van. Az egyik vélemény szerint igen, a Tóra szerint is az egy kár. És hogyha kár, akkor kártérítést kell fizetni érte, ugyanúgy, mint egy látható kárnál. Most ez egyik vélemény. A másik vélemény az, hogy nem. A Tóra, Midah Rajsza, a nem látható kár, az nem kár. Ezeknél például a Tóra törvény szerint nem kéne kártérítést fizetni. Miért fizet mégis? Knassza de rabbanan. Mert a rabbik pénzbírsággal sújtották, hogy ne vegyük félváról a nem látható kárt. Ah, oké, akkor nézzük. Ha ez, azon a véleményen vagyunk, hogy a nem látható kár, akkor az benne van, az a kártérítés. Akkor az itt van. Akkor nem kell külön mondani ezt a hármat. Ha meg azt mondom, hogy ez nem, a nem látható kár, az nem kár, és ez csak egy pénzbírság, oké, skajak, akkor ezért mondtam, mert ez egy pénzbírság. Oké, akkor ezt is elmagyaráztuk. Azt mondja, Talmud, Leimak, Rébik, Szavar, Bchia, Hezek, Seinu, Nikar, Smej, Bchia, Hezek, Seinu, Nikar, Láv, Smej, Hezek. Nincs, Smej, Hezek, a tanulén ezek. Azt mondtam, oké, akkor ebből azt is tudjuk, ezek szerint, hogy a Pria viszont azon a véleményen van, hogy a látható, a nem látható kár, az a Tóra szerint nem kár, és ezek csak pénzbírságok miatt, a rabbik által elrendelt pénzbírság miatt került be? Azt mondtam, hogy nem biztos. Mert lehet, hogy a Pria úgy gondolkodott, hogy tulajdonképpen ezek a Tóra szerint kell, hogy kártérítést fizessenek. Ő nem azért vette ezeket ide, mert pénzbírság, ő csak azokat vette, ami pénzbírság. Ő azért vette ide, mert ő azt akarta, hogy ne csak az legyen felsorolva, ami egy látható kár, hanem az is legyen felsorolva, ami nem látható kár. Oké, okay, megyünk tovább. Oké. Okay. Most, akkor végigvettük az összeset,
És most jön egy másik kérdés. A másik kérdés a következő. Minden alkalommal eddig, bármikor tanulmányaink alatt, amikor van egy felsorolás, hol volt ez a, például ilyen Vamot traktátusban, amikor mondta, hogy hányféle rokoni kapcsolat van. Vagy amikor például most a Kidusinban tanultuk a Kidusin elején, három módja van az eljegyzésnek, emlékeztek? Akkor a Misnaf csinál egy felsorolást, és az elején azt mondja, kimondja a számot. Négyféle károkozó van, és felsorolja a négyet. Akkor miért kell mondani, hogy négyféle? Hát azt a számom, akkor tudom, hogy az négy. Miért? Miért mondja a Misna, amikor mondja egy számot, amit te magad is összetudtál volna számolni? Ezt miért mondja? Miért kell kihangsúlyozni? Nem. Ez az. Nagyon jó, Pisti. Hogy csak ez, és nem más. Tehát amikor a Misna azt mondja, hogy négyféle károkozó van, akkor ezzel azt akarja mondani, hogy négy, és nincs öt. Te azt hihetted volna, hogy van egy ötödik? Ott van a fejedben, én mondom neked, az nem tartozik ide. Tehát akkor ő valamit ki akar zárni a halmazból. Ha nem akarnak kizárni, akkor csak azt mondaná, ezek a károkozók, pak, 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 és nem érdekes, hogy mennyi. De azt mondja, hogy négyféle van, akkor ezzel rögtön utal rá, hogy csak ez a négy van, és nincs más. Rabbi Yoshia, csak ez a 13 van, és nincs más. Rabbi Chia, csak ez a 24 van, és nincs más. Mi az a más, amit ki akart volna zárni? Az obligóból, vagy a felsorásból. Most ugye, itt ezeknél világos, hogy mit akar kizárni, mi? A Mista azt mondja, hogy 4, és nem még a plusz 9, nem 13. A 13, 13, és nem 24. De a Chia mit akart kizárni? Miért mondta azt, hogy 24, és nem más? Értitek a kérdést? Gábor, világos? Van valami kérdés? Most fogod megtudni. Azt mondja, Talmud, Misné, Mule, Tánadi, Dan, Tanna, Minyan, Ule, Mutai, Drebe, is. Ja, mi Misnánk szerzője, amikor azt mondja, hogy 4, azért mondja, hogy 4, hogy kizárja azt a pluszt, amit Drebe, is. Drebe, is, Tanna, Minyan, Ule, Mutai, Drebe, is. Amikor Drebe, is, az mondja azt, hogy 13, akkor miért mondja, hogy 13, hogy nem 24, ahogy azt Drebe, is mondta. Ella, Minyan, Drebe, is, Ule, Mutai, Máj. De amikor Drebe, is mondja, hogy 24, akkor mit akar kizárni ezzel? Mire érti? Limi utei moiszer me fagel. Van két plusz olyan, amit nem vett bele, pedig belevehetett volna. Mi ez a kettő plusz? Moiszer? Mi ez a mószerolás magyarul? Mószerolás? És a mefagel. A teleti két téren nem így mondták? Gábor, nem így mondták a teleti téren? Mószerolás, nem ismertek ezt? Okay. Mi ez a mószerolás? A mószerolás az az, amikor az egyik legnagyobb bűn. Schwarz bejelentkezik a AVH-nál. Ismertek a viccet? Amikor az AVH behívja Schwarzot. Szóval jó napot kívánok, Schwarz. Maga ismeri a Kont? Kont? Életemben nem hallottam. Ki az a Kón? És a Grünt? Olyan, akkor inkább legyen a Kón. Na, tehát akkor ez a mószerülás. Elmegy az AVH-hez, azt mondja neki, én ismerem a Schwarzot, neki nem tudom, van egy nem hivatalos, nem tudom én, valami biznisze, van valami fekete biznisze. És jön a hatalom, és elvesz mindent a Schwarztól. Schwarz ugye fekete. Elvesz mindent a Schwarztól. Akkor én kárt okoztam neki, és ez az a károkozás, amit nem vett bele Rabbi Yoshia. Ez az első. A másik, a mefagel, ez egy egész másféle dolog, az a mefagel egy nagyon furcsa károkozás, nagyon egyedi, ami gondolatban történik. Nincs még egy ilyen. Hogy én gondolatban kárt tudok neked okozni. Hogy lehet gondolatban valakinek kárt okozni? Nagyon jó. A kohanita meg van bízva, hogy itt az állat, áldozd fel az oltáron. Mondom, hogy oda megy az oltárhoz, és vagy a vágás közben, vagy a vérhintése közben, vagy amikor fölhízz az adat, arra gondolod, akkor ezt most meg fogom enni Askelonba, ezt a husikát. Csak arra gondol, ami bűn,
mert ezt az, a húst, az áldati húst csak Jeruzsálembe, vagy csak a szentélybe szabad enni. És ő arra gondol, hogy Askalonba fogja megenni, azzal már az állat, az áldozat már nem érvényes, kaput. Akkor kell hozni egy új áldozatot. Akkor ezzel ő kárt okozott az áldozat hozónak. Oké? Okay? Ez a mefagel. És ez a két dolog az, amire Rabchia gondolhatott volna, mondja, hogy ne, csak 24, nincs még plusz 2. Azt mondja, Talmud, miért tényleg, miért nem vette bele? Bisnem, mert fágelt be, kacsim lőjke májdi. Azt mondja, mert fágelt nem vette bele, azt értem. Ez nagyon speciális, egyedi, az áldozati dolgokkal kapcsolatban, azt akkor nem vette bele. De a mószerolás, ez tényleg, ez ide illik. Miért nem venné bele, mint kártevés? En a mószer máj tájmel lőjtani. Ez egy sajni mószer, de dibura. Szóval miért? Mert ez speciális. Miért? Mert ez beszéd által csinálja a kárt. Minden más, az valamilyen cselekvés. Nagyon jó, Kálmán, gratulálok. Ezt kérdezett Talmud is, hogy mi a rágalmazás, az nem így van. A rágalmazás az is szóban történik. Ezt kérdezi a Talmud rögtön. A Kálmán gyorsabb volt, mint a Talmud. Én is zajm, mint azt mondja a Talmud, ha ma így is emlődik burehi, vagy tani di bure, azt mondja, vagy tani, di bure de izbe majszehi. Azt mondja, igen, de ott van még valami. Hogy rágalmaz az ifjú férj? Először ott van egy cselekvény. Együtt van a ifjú feleségével, és azt mondja, utána azt mondja, gyerekek, együtt voltunk tegnap este, nem azt kaptam, mint amire számít, mint amire szerződtünk. Ez nem volt egy szűz lány. Tehát ott van egy cselekvény is, és utána van a beszéd. Oké, de van még egy, ami problémás, amelyik ugyancsak beszéd, és mégis benne van a felsorolásban. Melyik? A hamis tanúk? Nagyon jó. Majd, azt mondja, Talmud. Édim zöim di bura de lézbe majszehu, ha tani. Azt is tanú, azt is benne van a felsorolásban, pedig a hamis tanú, az csak, ott nincs cselekmény, az is csak beszéd. Azt mondja, áfagáv de lézbe majszerech, monök rai majsze, azt mondja, Talmud jogos. Tényleg ott nincs semmi cselekvény, de a Tóra úgy ír a hamis tanukról, mint akik, mintha cselekednének, nem csak beszélnének. Mert mit mond a Tóra? Nixiva szittem loj, káser zomam lászösz lachid. Cselekedjetek vele, már mint a hamis tanúval, cselekedjetek vele úgy, mint amit kitervelt cselekedni a fele barátjával szemben. Akkor ott a hamis tanúzást a Tóra cselekvésnek nevezi. Akkor az is olyan, mintha cselekvés lenne, és ezért bár csak azok a dolgok vannak itt, amik cselekmény, ez nem igazán cselekmény, de a Tóra cselekménynek nevezi, ezért belevette Rabchia. Azt mondja, Talmud, Bishlém, oké, akkor ezzel tisztáztuk, hogy vegyünk végig még egy dolgot. Mert most tisztáztuk, hogy a számok miért vannak itt. Ugye? Mindegyik akarja mondani, hogy 4, és nem 13, 13, és nem 24, 24, és nem a mószarolás, és a mefágel. Oké. Mit jelent az, hogy avoisz? Mit mondtunk az elején? Álba avoisz ne zikim. Négy fő kategóriája van a kártevésnek. Aztán a Böjsi azt mondta, 13 fő kategóriája van a kártevésnek. Aztán a Pia, 24 fő kategóriája van a kártevésnek. Mi az, hogy fő kategória? Ugye emlékeztek, hogy arra volt az elején, hogyha van fő kategória, akkor van alkategória. Emlékeztek, erről szólt az egész diskurzus az elején. Oké, okay, most a Misna szerzőjénél értem, mert ott végigvettük. Négy fő kategória, és tényleg végigvettük, hogy ezeknek van alkategóriáik. De ezeknek milyen alkategóriáik vannak? Miért mondja azt, hogy 13 fő kategória? Az nem igaz. Ezeknek nincs alkategóriájuk. Miért kell mondani, hogy fő kategória? És ugyanígy a 24-nél. Misna tanidi dan, tani avais, mikláldeika tuldus. A mi misnánk szerzője azért mondja, hogy vannak fő kategóriák, mert vannak alkategóriák is. Erre Rabchia, Rabbi Yoshia, avos miklálde ika tuldus tuldus szem, máj ninhu. De Rabbi Yoshia és Rabchia, akik azt mondják, hogy ennyi fő a 13 fő kategória, 24 fő kategória, milyen alkategóriái vannak ezeknek? Ami Rabbi Abau, kulanki avos de sálmi méta, máj tájma, asja tahász ne szina, jesálem kezzef. Azt mondja a Talmud, Rabbi Abau ezt a következőképp magyarázta. Itt igazából nincsenek alkategóriák. Nem ezért mondja, hogy fő kategóriák. Azért nevezi fő kategóriáknak,
Mert azt akarja mondani, hogy csak úgy, mint ez a négy fő kategória, ott az a szabály, hogy a kártérítést a legjobb minőségű földből kell fizetni, ugyanúgy az összes, amit föl van sorolva, hasonlít a fő kategóriákhoz, hogy azt is a legjobb minőségű földből kell fizetni. Miért? De honnan tudjuk? Nagyon érdekes. A négy kategória, amit itt említettünk, ez mind meg van említve a Tórában. És mindegyiknél tudjuk, hogy a legjobb földből kell fizetni. Mindegyiknél van a négy alábbi szóból valamelyik legalább szerepel a Tórában, amikor ezekről a kártevésekről beszél. Neszina, adja, tahász, helyett, jesálem, fizessen, keszef, pénzt. Ez a négy szó szerepel itt ennél a négynél, és ez a négy szó valamelyike szerepel mindegyiknél a 13-ból is, meg a 24-ből is. És innen tudom, hogyha itt a legjobb minőségű földből kell kártérítést fizetni, ott is a legjobb minőségű földből kell kártérítést fizetni. Oké. Okay. Stimmt? Mehetünk tovább? Oké. Okay. Azt mondja, Talmud, lojárja, sőkárja, máve, májka ammára, mrav zvíj, smíd rava, aki kamer, lichtorak, mondak, hádva, tészidak, mina, hadar amar, hádva, me hádva, lojászja. Lapozzunk vissza a tegnaphoz. Mi volt a misna mondása? Azt mondta a misna, négy fő kategóriája van a károkozásnak, az ökör, a gödör, a máve és a tűz. És azzal kezdte, lojárja a sörk. Az ökör nem olyan, mint a máve, és a máve nem olyan, mint az ökör. Mi jelent, hogy nem olyan, mint? Mit jelent ez? Azt mondta a Rabzvid, hogy ez azt jelenti, amit mi már tegnap bölcsön elmagyaráztunk, hogy az ökör nem olyan, mint a máve, tehát ha csak az ökör szerepelt volna a Tórából, abból nem tudnám, Tórában, akkor abból nem tudnám a mávet, és ha a máve szerepelt volna, abból nem tudnám az ökröt. Majd utána azt mondta, hogy ebből a kettőből meg nem tudnám a harmadikat. Utána meg azt mondta, hogy ebből a háromból nem tudnám a negyediket. Stimmel? Oké. Okay. Veloj zevezze, se jés, bajn ruachain. Mit mondott? Hogy például először azt tisztázta, hogy az ökör és a máve, most az egyszerűség kedvé mondjuk azt, hogy a máve az ember, oké? Okay? Tehát, hogy az ökör és az ember két olyan károkozó, amit nem lehetne az egyikből a másikból tanulni. Tehát, hogyha az ökör szerepelne, abból nem tudnám az embert, amikor az ember szerepelne, nem tudnám az ökröt. Majd utána folytatta és azt mondta, veloj zevezze, se jés, lajm ruachain. És ez a kettő, az egyes meg a hármas, nem olyan, mint a négyes, mint ugye a tűz, mert a egyes és a hármas élőlény, az ökör is, meg az ember is egy élőlény, a tűz az nem élőlény. Tehát ha szerepelt volna az egyes és a hármas, abból nem tudtam volna a négyest. És utána azt mondta, ha pedig szerepelt volna az egyes, a hármas és a négyes, akkor abból nem tudtam volna a kettest. Miért? Mert a hármas, az egyes és a négyes az mozog, a tűz, az ember és az ökör mozog, de a gödör nem mozog. Oké? Okay? Amar mesár sméde, sméde rabbi, akika, már licht, rachman a tárt, if te iszidek minél, ha dámad, oké. Amar rabbi, utolsó dolog következik, egy kicsit bonyolult lesz, de nem lesz, nem fog a nehezünkre esni, ez semmi, Gábor. Egyszerű lesz. Rava a következőt mondta. Ez a logika, ez nagyon szép, de nem teljesen igaz. Mert van egy, a gödör. Ha a gödör és bármelyik másik a maradék háromból szerepelt volna a Tórából, akkor a maradék kettőt azt ki tudtam volna belőle következtetni. Elmagyarázom. Okay. Tehát, következőt tudtam volna csinálni. Itt van a gödör. Ez is legyen fehér. Jobban lehessen látni.
gödör. És ebből tudtam volna következtetni a fogra, a lábra, a tűzre, a szarvra, vagy az emberre. Hogyan? Elég lett volna, hogyan? Van valami, amiben egyértelműen lehetett volna egy kávehomert vonni. Mi az? Hogy a gödört az a gödör az nem mozog. Az összes többi pedig mozog. Akkor ugye mi a dolog lényege, hogy ha a gödörért felelősséggel tartozom, pedig az nem mozog, akkor olyasmiért, ami mozog, az pláne, hogy őriznem kell, és felelősséggel tartozom. Tehát itt lehetett volna egy kálve homert vonni, és azt mondani, ha a gödör, ami nem mozog, annak felelős vagyok a káráért, akkor akár a fog, akár a láb, akár a tűz, akár a szarv, akár az ember, ami mind mozog, ott pláne, hogy felelős vagyok a kárért. Tehát ugye ez egy mínusz, ez egy plusz. Azt mondtam, hogy várjál, de itt van egy plusz, egy enyhítő körülmény. Mi? Hogy trilasszai lehezek. Az a megfogalmazás, azt mondom, trilasszai lehezek. Miért csinálnak gödröt? Ez nem világos, hogy pontosan mit jelent. Ez azt jelenti, hogy ez olyan, mint egy csapda, amit eleve azért csinálnak, hogy kárt okozzanak vele. Vagy mindenki tudja, hogy egy gödör az nem tud más csinálni, mint kárt okozni. De mindenesetre az kárra hivatott. Ugye, hogy működik egy kávehomer? Okay, vegyünk egy teljesen más kávehomer. Ha én azt mondom a kisfiamnak, kisfiam, ne menj át a Bajza utcán egyedül. Ugye? Akkor ebből ő tud egy kávehomert vonni. Ha a Bajza utca, ami egy sávos utca, nem mehetek át egyedül, akkor pláne, hogy a Dózsa György út, ami egy hadsávos utca, ott nem mehetek át egyedül. De ha találok valamit, amiben a Bajza utca súlyosabb, mint a Dózsa György út. Mondjuk azt mondja, hogy például a Bajza utcán nincsen jelzőlámpa, a Dózsa György úton meg van, vagy nincs felfestve a zebra a Dózsa úton van. Akkor mondhatom ezt, nem. Az apukám csak a Bajza utcát mondta, nem azért, mert ebből már akkor következik a Dózsa György, mert a Bajza utca hiába az egysávos utca, de nincs rajta felfestve a zebra. A Dózsa György úton föl van festve. Tehát, hogy találok valamit, ami enyhíti, ezt ki tudja ütni ezt a káve homert. Akkor itt is, mi lenne a káve homer? Ha a gödör, ami nem mozog, azért felelsz, akkor az összes többi, ami mozog, pláne, hogy felelsz. Várjál csak. De a gödör az egy kárra hivatott dolog. Az biztos, hogy figyelned kell. Akkor mit lehet erre mondani? Akkor erre azt lehet mondani, hogy ha veszek bármelyiket ezek közül, és kiveszem-e a csoportból, mondjuk a szarvat, és azt mondom, hogy jó, akkor legyen a gödör meg a szarv. Ez legyen az a két dolog, ami a Tórában szerepel. A szarv az nem kárra hír, nem kárra hivatott. Akkor hogy fog kinézni az érvelés? Megnézem a gödröt, és azt mondom, ha a gödör, ami nem mozogott, felelős vagyok, akkor pláne a fog, a láb, a tűz, vagy az ember, ami mozog, pláne, hogy felelős vagyok. Várjál, de a gödör az kárra hivatott. Ne, látod, a szarvon is beszél a tóra, pedig az nem kárra hivatott. Tehát működik a kávahome. És ugyanezt meg lehet csinálni bármelyikkel. Tehát ha kiveszem a szarvat, kiveszem a tüzet, és átteszem ide. Ugye ezek azok, amik a Tórában szerepelnek, szerepelnének,
Ezek azok, amik nem szerepelnének a Tórában. Mi a gondolati kísérlet? Legyen a gödör, meg egy a összes többi közül, és abból tudnám az összes többit. Szerepeljen Tórában ne az összes négy, szerepeljen csak a gödör, és valamelyik még a maradékból. És akkor lehetne egy kávehomert vonni. Azt lehetne mondani, ha a gödör, ami nem mozog, ott felelős vagyok, akkor a fog, a láb, a tűz, vagy az ember, ami mozog, pláne felelős. Várjál, de a gödör az kára hivatott, ezek meg nem kára hivatott. Jó, de itt a szarv, ami ugyancsak szerepel a Tórában, ami nem kára hivatott, és mégis felelős vagy. És ugyanezt meg lehetne csinálni, hogy mondjuk itt lenne a tűzzel van egy kis probléma, nem értem pontosan, mivel más a tűz meg a gödör, a tűz is egy kicsit olyan, mint a kára hivatott lenne, de oké, de mondjuk vegyünk a láb. Ha a láb lenne itt, és nem a szarvat hozzuk vissza, akkor hogy néznek itt? Ha a gödör, ami nem mozog, az azért felelős vagyok, akkor a fog, a tűz, a szarv, és az ember, ami mozog, pláne, hogy felelős vagy. Várjál csak, de a gödör kára hivatott. Igen, itt a láb, ami nem kára hivatott. Értitek? Remélem, hogy értitek. Hogy? Oké. Levár mi keren? Misum de ikale mifrach málakuláos, hogy mú adamit gelassan. Azt mondja, de ezzel a logikával van egy kis problémám. A szarval nem biztos, hogy ez jól működik. Miért? Mert hogyha csak az lenne, hogy gödör és szarv, tehát hogyha gödör és láb, gödör és tűz, gödör és ember, akkor abból lehet az összes többit tanulni. De csak a gödör és a szarv lenne, akkor lenne egy kis problémám. Miért? Mert akkor mit mondanék? Ha a gödör, ami nem mozog, azért felelős vagyok, akkor az összes többiért ugyancsak felelős vagyok. Várjál csak, de a gödör nem kára hivatott. Jó, de van a szarv, ami nem kára hivatott. Várjál, de a szarvnak van egy másik gyengéje. Se loj muad mit chilaszan, hogy az nem egy teljes kárra köteles valami a kezdetektől. Ugye van egy különbség a szarv, és a láb, és a fog, és a tűz, stb. Között, hogy a szarvnál be kell bizonyosodjon, hogy ez egy öklelős ökör. Tehát annak van egy másik gyenge pontja, és ezért a szarv az nem teljesen működne. Vagy, mások szerint pont fordítva, ulván damar áderábe kellene difosika, van az, hogy lázik, a filu kellene nami ászja. Mások szerint nem, mert viszont a szarvnak van egy erőssége, hogy az viszont szándékkal öklel, szándékkal, az a szándéka, hogy kárt tegyen, az összes többinél nem szándék a kártevés. Oké. Ellenem máj, akkor ezek szerint mi derült ki, hogy elég lenne a gödör, meg még egy. Akkor miért szerepel mindegyik a Tórában? Nem azért, mert nem lehet az egyiket a másikból tanulni, ahogy azt a Misna felvázolta. Nem más miatt. Le máj ilhasza, kaszvinu rachmona ilhaszejem, le ilhaszejem. A Misna, vagy a Tóra, bocsánat, csak azért mondta ezeket, hogy az egyedi szabályait ezeknek tanuljuk. Mert mindegyiknek van valamilyen speciális egyedi szabálya. Most gyorsan még fog menni, melyiknek milyen egyedi speciális szabálya van. Kerele hálegbeben támol-e muladösz, a szarvnál mi az egyedi szabály, ezt ti is tudjátok már, miben más a szarv, mint a többi, hogy be kell bizonyosodni, hogy ez egy öklelős ökör. Az elején csak fél kárt kell fizetni, amikor bebizonyosodott három öklelés után, akkor már teljes kárt. Nem így a többi, ahol rögtön teljes kárt. Sejnbe regelle pöjtrömbrö suszerábi. A láb és a fog, az fel van mentve a közterületen. Ha az állatom letapossa a te hordódat a közterületen, akkor nem vagyok érte felelős. Nem így az összes többi, mondjuk a tűz, azért felelős vagyok, akkor is a közterületen tett kárt. Boy lifter boy is a kény. A gödör, az fel van mentve a eszközök kára alól. Egy gödörbe, ha beleesik valaki, vagy valamilyen haszonállat, akkor egy felelős vagy. De beleesett kitört a kocsi kereke, akkor nem vagy felelős. Ugyan van egy vélemény a Rabbi Júda, aki szerint igenis,
köteles vagy az eszköz káráért is a gödörnél, akkor mi a speciális szabálya a gödörnél? Niftöbölsz, Adam, szerinte pedig az, hogyha meghal valaki, egy speciális szabályra, Buda szerint, ha valaki belesik a gödörbe és meghal, az Buda szerint akkor nem vagy felelős. A kárért. A kárért. Kam lebe drabe minden. Így van. Azért, mert a haláláért felelős vagy, de a kárért nem. Ugye van egy olyan szabály, hogyha két felelősséged is van, mondjuk van egy büntetési felelősséged, meg egy kártérítési, akkor a súlyosabbat vesszük, és nem kell, nem vagy felelős meg ettől. Oké, megyünk tovább. Adom le hájva bárba dvarim. Miben speciálisan máve az embert? Abban, hogy őt, neki még van a kártétés fölött még a maradék négy. A gyógyítási díj, a szégyendíj, a munkakiegészési díj, a fájdalomdíj, stb. És liftöbben ez a tamun. A tűznél pedig a rejtett dolgokért való felelősség, ami alól föl van mentve. Tehát, hogyha a tűz végment a te kerteden, és ott el volt dugva valami, akkor az eldugott dolog, a nem látható dologért nem felelős, aki a tüzet gyújtotta. Rabbi Huda, nem hájva, nizke, tamun be, és Rabbi Huda, aki szerint viszont igenis felelős vagy azért, lászújjén máj, lászújjén, lichlecha, nélej, ve szikszecha, vanav. Az, hogy föl van, az, hogy köteles vagy, szerinte, hogyha nem ilyen egyértelmű káról van szó, vagy nem egy tipikus tűzkáról, hanem mondjuk, hogy a kövek a földeden megfeketettek, vagy a földed kiszáradt, tehát még nem volt termés a földön, csak még ment rajta, és a föld olyan száraz lett, hogy nem lehet használni vetésre, ezekért is felelős vagy, ez egy speciális szabály, ami csak a tűznél létezik. Kedves barátaim, idáig tartott a mai nap. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap reggel rendületlenül folytatjuk. Viszont látásra, viszont hallásra.